Önök hoztak már törvényt arról, hogy hogyan lehet rövid úton megszabadulni köztisztviselőkről. Most hoznak egy olyan törvényt, hogyha valaki úgy gondolja a házban, hogy egy bizonyos munkavállalói csoporttól, egy bizonyos köztisztviselői csoporttól gyorsan meg kell szabadulni, akkor az alapvető munkajogi védelmi szabályokat is leépítik. Ez nem pusztán a köztisztviselői karnak, nem pusztán azoknak rossz üzenet, akiknek a költségvetési tanács léte fontos, hanem rossz üzenet minden magyar munkavállalónak, mert ez azt jelenti, hogy holnap ugyanezeket a lépéseket, ugyanilyen munkajogi védelmi szabályoknak a leépítését bármilyen magyar munkavállalói csoporttal szemben meg lehet tenni. Ez a javaslat, ezért arcátlan, és ezért le kell szavazni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy kíván-e hozzászólni, nem? Tisztelt Országgyűlés, most a módosító javaslatokról döntünk. A benyújtott indítványok mindegyikét támogatja az előterjesztő, de arra figyelemmel, hogy az ajánlás első 22., 23., 27. és 31. pontjainak, valamint a 47. pont ezek hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó szabályainak elfogadásához minősített többségű határozott hozatalra van szükség, ezekről két részletben döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő indítványokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 266 igen, 70 nem ellenében a módosító javaslatot elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatokról szavazunk. Az LMP ezek közül külön szavazást kért az ajánlás 34. és 38. pontjairól. Kérdezem önöket, elfogadják-e az egyszerű többséget igénylő támogatott indítványokat a külön szavazásra kért javaslatok kivételével? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 265 igen, 71 nem ellenében a módosító javaslatot elfogadta. Most az LMP által külön szavazásra kért az ajánlás 34. pontjában szereplő indítványról döntünk. Ebben az előterjesztő az egységes javaslat 50. paragrafusában a felsőoktatási törvény 23. paragrafusát új bekezdéssel, 7. bekezdését pedig új pontokkal egészítik ki. Ezekben utasításadási jog kizárását és összeférhetetlenségi szabályt terjeszt elő. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 250 igen, 55 nem, 36 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most a záró szavazás következik. Az egységes javaslat imént módosított szövege alapján a 2., 3., 4., 15., 19., 31. és 38. paragrafusainak, valamint ezek hatályba lépését tartalmazó rendelkezések elfogadásához az alkotmány rendelkezései alapján a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a záró szavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a TPER 1665. sorszámú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szöveges szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés
255 igen, 90 nem ellenében a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja a TPEG 1665. sorszámú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 254 igen, 91 nem ellenében a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez? Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen, 92 nem ellenében elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, a későbbi félreértések elkerülése miatt és az egyértelműség érdekében tartom szükségesnek jegyzőkönyvben mondani a következőket. A mai határozott hozatalok során a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat során az Országgyűlés döntött az ajánlás első pontjában szereplő támogatott indítványról. Bejelentettem, hogy a képviselők 255 igen, 65 nem és 43 tartózkodó szavazatot adtak le. Az ismertetett szavazati arány természetesen azt jelenti, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, sokan következik a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPEG 1480. sorszámon, az egységes javaslatot pedig TPEG 1480/71. Sorszámon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záró vitára is sor kerül. Az Alkotmányügyi Bizottság TPR 1480/74. Sorszámon elkészítette ajánlását. Ebben összesen 9 ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem készfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-től 9-ig terjedő pontjaival. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, így nyilván a kormány képviselője sem kíván felszólalni. Ezért most a módosító javaslatokról döntünk. Ezek mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be, és az Alkotmányügyi Bizottság támogatja, így a javaslatokról egy szavazással határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat az ajánlás 1-től 9-ig terjedő pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 269 igen, 37 nem, 42 tartózkodással módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 122 paragrafus 1., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. bekezdéseinek, valamint a 135. paragrafusának és az ezeket hatályba léptető rendelkezéseknek az elfogadáshoz alkotmány rendelkezései alapján a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a TPEG 1480. sorszámú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem,
szavazzanak. Nem. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 300 igen, 48 nem, egy tartózkodásra. A törvényjavaslat minősített többségű igénylő részét elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TPERK 1480. sorszámú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 294 igen, 56 nem ellenében a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 294 igen, 56 nem ellenében elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPER 1479. sorszámon, az egységes javaslatot pedig TPER 1479/49. Sorszámon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záró vitára is sor kerül. Az Alkotmányügyi Bizottság TPER 1479/52. Sorszámon elkészítette ajánlásait. Ebben összesen 17 ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljon meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-től 17-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Most a módosító javaslatokról döntünk. Ezek mindegyikét az előterjesztő, illetve az Alkotmányügyi Bizottság nyújtotta be, így a javaslatokról egy szavazással döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az ajánlás 1-től 17-ig terjedő támogatott pontjait? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 311 igen szavazattal, 38 nem ellenében módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TPER 1479. sorszámú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 297 igen szavazattal, 53 nem ellenében törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 297 igen szavazattal, 52 nem ellenében elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a nyugdíjreform
és adósság csökkentő alapról és a szabad nyugdíjpénztár választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPR 1817. sorszámon, az egységes javaslatot pedig TPR 1817/21. Sorszámon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záró vitára is sor kerül. Az Alkotmányügyi Bizottság TPR 1817/23. Sorszámon elkészítette ajánlásait. Ebben összesen 12 ajánláspont található. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, látható többség a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát, az ajánlás 1-től 12-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, megadom a szót Seirin Gábor képviselő úrnak, LMP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim! Ezzel a zárószavazás előtti módosítóval egy meglehetősen érdekes helyzetben vagyunk. Vannak benne kevésbé jelentősnek tűnő, ám de fontos technikai módosítások. Vannak benne olyan módosítások, amelyeket támogatni tudunk, vannak benne olyanok, amelyeket nem tudunk támogatni. Ugyanakkor van benne egy nagyon érdekes passzus, mégpedig az ajánlás 6. pontjában szereplő módosítás, mellyel a kormány úgy látszik, hogy végre az LMP kritikájának legalábbis egy részére hallgatva konkretizálja azt, hogy mit is jelent az egyéni számlás rendszer, részletesebb szabályokat tartalmaz, ugyanis ezáltal majd a jövőben a törvény arra vonatkozólag, hogy hogyan is kell kialakítani az egyéni számlákat. Ugyanakkor azt is nagyon fontos látni, hogy jelenleg az állami rendszerben lévő és az állami rendszerből nyugdíjat kapókra ez az egyéni számlás rendszer nem vonatkozik. Ennek hiányában a nyugdíjrendszer tagjainak döntő többségére nem vonatkozik a fenntarthatóság követelménye, ők továbbra sem fogják tudni, hogy az egyéni befizetéseiknek mi lesz a sorsa. A zárószavazás előtti módosító javaslat gyakorlatilag minden pontját módosítja a törvénynek, úgyhogy engedjék meg, hogy néhány általános megjegyzést is tegyek, különös tekintettel az elmúlt néhány nap sajtóhíreire. Szerintem nyugodtan kijelenthetjük azt, különös tekintettel arra, hogy vasárnap egy több ezres tüntetés is volt a kormánynak a lépéseivel, nyugdíj lépéseivel kapcsolatban. Szóval nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezzel a nyugdíjmódosítással kapcsolatban lelepleződött három dolog, lelepleződött a kormány álszentsége, lelepleződött a kormány dilettantizmusa és a felelőtlensége. Lássuk sorban, hogy mit is jelent ez. A kormány álszentsége lelepleződött, az ön is, hogy nem erre kaptak felhatalmazást. Több százezer embernek, választóiknak küldték ki azt a kampányfüzetet, amelyikben azt ígérték, hogy megvédik a magánnyugdíj pénztárakat. Még a kormány programban is arról van szó, hogy ezt fogják tenni. Ezt fogják tenni, ehhez képest önök most az igazságtalan adóreform finanszírozása érdekében felrobbantják a magánnyugdíjpénztári rendszert, ami egyébként hosszú távú szempontok alapján akár megléphető lenne, de ezek a hosszú távú szempontok nem teljesülnek. Lelepleződött az önök álszentsége akkor is, amikor most hirtelen olyan fontos lett az államadóság csökkentése, ugyanakkor ellenzéki pártként megszavazták az előző kormány 100 napos programját, és 14. havi nyugdíjat követeltek, amiről eléggé egyszerű belátni, hogy milyen mértékben növelhette volna az államadóságot. Lelepleződött az önök dilettantizmusa akkor, amikor folyamatosan kapkodnak, és saját maguk alatt vágják a fát. Lengyelország kezdeményezésére az Európai Unió eséllyel lehetőséget fog biztosítani arra, hogy a magánnyugdíj pénztárakba átutalt állami pénzeket ne kelljen beszámítani
az költségvetés hiányba. Önök ezt jogosan fölvállalták korábban, ugyanakkor rövidtávú érdekeik által vezérelve kifaroltak ebből, és most egy lehetetlen csapdahelyzetben navigálták magukat, és egy lehetetlen csapdahelyzetben navigálták ezzel az egész országot, amivel azt érték el, hogy a világpolitikában ma Magyarország elrettentő példaként szerepel. Igen, képviselőtársaim, igen.